Sziasztok! Spam vagyok, és ez itt A a... vicces Minecraft blogok ötödik része. És a mai nap egy elég furcsa buggal fogunk foglalkozni, ami a következő borzasztóan egyszerű kis szerkezeten alapul, nem kell hozzá semmi. Sticky piston, egy darab redstone, meg egy kar. Fontos, hogy ilyen hogy magas helyre építsétek, hogyha otthon akarjátok kipróbálni, és hogy ne tévesszétek szem elő, hogy itt van egy luk. A következő történik, fogjuk, rárakjuk a mobunkat, és ahogy lehúzzuk, ezen gyakorlatilag itt a piston keresztül bugol. Ez egy elég érdekes bug, ugyanis ezzel elég komoly csapdákat lehet csinálni. Tehát most képzeljétek el, hogy alatta itt ezt a helyet beépítenétek oda, és így gyakorlatilag, hogyha kihúzva tartjuk, akkor utána visszajönni ezt nem tudnak. Tehát ezen pedig átbagolnak, és így gyakorlatilag egy felgyorsított szerkezetből, amit lehet, hogy később majd meg is fogok építeni. Nyilván nem a mai rész során, de majd lehet, hogy egy külön videóban meg fogom építeni. Gyakorlatilag itt ennyi történik. Ez egy, hát nem azt mondom, hogy egy hasznos bug, de mindenféleképpen furcsa. És tényleg elég komoly mobtartó rendszereket és mob fogvatartó szerkezeteket lehet építeni. Csak úgy, ahogy az előző bemutatott részben, csak ehhez még kevesebb redstone-ozás, és még egyszerűbb és könnyebb felelhető dolgok kellenek. A sticky piston az annyira nem az, de a többit azt egyszerűen meg lehet csinálni. Úgyhogy ez most csak gyakorlatilag egy ilyen kis gyors rész lesz, nem olyan hosszú, mint az előző. Az elkövetkezendő videók sem lesznek... Miért van bekapcsolva a zene? Szóval az elkövetkezendő videók sem lesznek annyira hosszúak, de amikor csak lehet, akkor megpróbálok jó és minőségi videókat csinálni nektek, amik azért úgy felkeltik az érdeklődéseteket. Úgyhogy minden esetre köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek, hogyha tetszett, lájkoljátok, és ahogy mondtam az előző részben, még ugye most ez az ötödik rész, úgyhogy még öt rész lesz a vicces Minecraft-ból, úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!